Hát ez nagyon jó kedvű lesz az egészen biztos már, hogy így elkezdtük, már félelmetesen szakadunk a rögéstől. Vukovics Páncsi Diana van itt velem, ez a jövő tervezés 2021, és hát folytatjuk azt a nagyon jó kedvű dolgot, amit már elkezdtünk. Hát nagyon örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem, és köszöntöm a nézőket is. Hát milyen volt a múlt éved, és milyen ez? Nem panaszkodom a múlt évemre, nem volt könnyű, de hála Istennek én a dolgaimat el tudtam látni, a családom egészséges volt, én is egészséges voltam. Szeretném, ha ennek vége lenne, nagyon sok zenész és vendéglátós barátunk van, az ő érdekükben is azt szeretném, hogyha minél hamarabb visszatérne a normális kerékvágás. De én jól vagyok, hála Istennek. Hát nagyon érdekes ez az egész, ha mondjuk a futballt is nézzük, tehát a nézők előtti futball megvalósult, ami ugyanolyan pokoli. Tehát, hogy sokszor, amikor még szurkolóként aktív voltam, akkor éreztem azt a nyomást, hogy nagyon jó lenne, ami nem lennénk ott. De szerintem most azért ez már nagyon kellemetlen mindenkinek. Hát biztos, hogy a sportolóknak ez pokol lehet ugyanúgy. Meg hát, ha főleg a tévét nézzük, amikor bejátszák ezeket a DJ szurkolásokat, tehát annál demoralizálóbb, jobb a csend, én azt gondolom. Nem tudom, te ezt például hogy látod? Nekem nagyon hiányoznak a szurkolók. Hát én magam is szurkoló vagyok, és nagyon hiányzik ez az egész közeg, a hangulat. Minden meccset, ami ben érintve van az én kedvenc csapatom, nem nagyon merem kimondani, a Ferencváros. Nézzük a férjemmel, a gyerekekkel a találkozókat, és egyszerűen az a hangulat, amiről az egésznek kéne szólni, az nincsen. Tehát, hogy félelmetes az egész világ, ha ezt látjuk. Tehát pont ami a lelket töltené, tehát gondolok itt a, kimondom úgy a kultúrára ámblok, műzletes erről beszéltem, hogy az egész eltűnt. Tehát ami föltölteni a lelket, az egyszerűen nincs. Tehát, hogy az emberek így magának kell kitalálni, de hát főleg egy ilyen mesnél, meg azt azért elmondom, hogy még a derbi előtt vagyunk. Tehát úgy vettük fel, hogy fogalmunk nincs az eredményről, ez így nagyon van, fontos. Így tehát, van, hogy... így van. És hát akkor beszéljünk arról, hogy te hogy nőttél fel, mert hát nem akár kinek vagy a lánya, hogy ez milyen, tehát hogy milyen indítatást ad. Én azt mondom, hogy egy olyan magabiztosságot kell, hogy adjon, hát ugye ott a közép hátvéd, aki ott a kősziklaként csinálta a dolgát, meg ugye 10-es kapott egyszer ellenünk. Bizony. Úgyhogy... És majdnem átment hozzátok. Igen. Tehát hogy lehet így fölnőni? Hát ez király, nem? Tehát nagyon, biztos nagyon király. Nagyon jó volt, szép gyerekkorom volt. Pontosan a napokban beszélgettünk otthon a családban, hogy milyen jó az, hogy akkor nem is gondolkoztunk azon, hogy a bátyámmal, hogy az édesapám egy sztár, mert rettentően szerénynek neveltek minket. Tehát nagyon odafigyeltek arra, hogy amit mi elérünk, az lesz a miénk, az, hogy az apán kicsoda, az egy büszkeség, az egy jó állapot, de ebből nem minket fognak tulajdonképpen megítélni. Nagyon szerettem gyereknek lenni a Páncsi családban, összetartó közösség volt a miénk. Aztán kaptam egy labdarúgó férjet, úgyhogy ez vitte tovább ezt az életfolyamatot. Én nagyon szeretem. Én szeretem a sportot, szeretem a futball a szerelmem. Nagyon szeretném, hogyha az utánpótlás Magyarországon újra olyan szintre kerülne, mint annak idején mondjuk, ahonnan az én férjem is kikerült, az úttörő stadion, utána a Ferencvárosba volt, aztán ugye 94-től az Újpest bekerült. Egy csodálatos. Európa eljött hozzátok. Ezek elképesztő szép dolgok szerintem. És hát most nézzük a családodat, az is ez az ilyen nagyon patent, ilyen boldogság bomba, ha ránéz valaki. Tehát ha megnézzük a képeket, akár a sétálósat, akár a izét, hogy így ül az ember, és csak lesz, hogy ilyen, hát nyilván a főnök azt gondolom itt ül, és akkor ilyen olyan szinten van rendben, mint hogy ez mekkora meló. Hát gondolom azért van mögötte. Van mögötte meló. Azt hiszem, hogy nálunk nagyon jól működik az, hogy a férjem nagyon jól viseli azt, hogy neki mindig azt mondjuk, hogy balkáni felesége van, akinek nagyon fontos a család, hangos asszony vagyok én, ennek jó és rossz oldalával, tehát a lányom ezt nagyon tudatosan szeretné továbbvinni. A fiam, mindig azt szoktam mondani, hogy a férjem és a fiam Európa, a lányom és én vagyunk a Balkán. Ez így nagyon jól működik, megvan a balansz. Van benne rengeteg munka, de mindig el szoktam mondani, mert nem szeretet, nem idill. Tehát mi is szoktunk ordítozni, de az a lényeg, hogy tényleg mindent megbeszélünk, jót, rosszat, meg rengeteget röhögünk, és állandóan szól otthon a zene. Tehát a zene nagyon, nagyon, nagyon fontos, nagyon fontos. És akkor tűsarok és stopli blog. Igen. Tehát, hogy az a teljes mindent lefedő dolog. Tehát ki se lehet jobban találni a férfinői. Azt hiszem, hogy... Ha belegondolunk, női férfi, igen. Van egy könyvkiadó ismerősünk, és azt mondta, hogy ő utálja a futballt, de azért vette elő a blogot, és azért kezdte el olvasni, mert annyira találónak találja a címét. És köszönöm, hogyha te is ezt megerősíted. Én nagyon szeretem írni. Nagyon sokszor azt mondják, hogy jobban ki kéne ezt hegyezni, hogy ez egy fradista blog, de én meg azt szoktam mondani erre, amit Nyilasi Tibi mondott,
hogy ő egy ilyen ökumenikus futballszurkoló, én ugyanezt érzem. Tehát én nem szidok senkit, mert az édesapám, a férjem bizonyított kluboknál, azokat én nem fogom bántani, és nincs is miért. Tehát én inkább arra biztatok mindenkit, hogy persze a derbinél, azt mondom, hogy na jó, hát akkor olyan érdekes volt, hogy egy nagyon rövid sztorit elmondok, a lányomnak kellett az iskolába fogalmazást írni, kivittük az Üllői útra derbire, és az újpesti szurkolók meglátták a Lacit, és utánunk vágtak egy üveget, ami tőlünk kb. 15 centire esett le, és ripityára tört. A lányom ez életének egyik nagy kalandjának mondta, leírta egy fogalmazásba, ötöst kapott rá, de tehát, hogy nekünk ennyire benne van az életünkben, de tehát a lányom pontosan tudja, hogy mi sosem ugrálunk azoknál a rímusoknál, mert az apukája annak a klubnak, az Újpestnek a játékosa volt. Tehát én azt hiszem, hogy erre oda kell figyelni. És ami nekem nagyon szép ebbe a tűsorok és topli témában, hogy a régi világot, tehát azért tovább, amit én nagyon szeretek. Tehát a nagypapám, nagyanyám világa, ahol a férfi férfi volt, a nő meg nő volt. Igen. És ugye, tehát jelenleg amerre tart ez az egész, az ennek így a teljes szöges ellentéte. Viszont azt gondolom, hogy egy ilyennel is tök szépen, mert ugye a férfiaknak kellett az, hogy kimenjenek ott, kiüvöltsék magukat. Bizony. És akkor ugye utána nem a nővel üvöltött nyilván. Na, de most elviszük abba az irányba, hogy a férfi ne legyen férfi, a nő meg legyen férfi. Igen. Tehát akkor annak a végén az nem nagy élmény lesz, én azt gondolom. Tehát az egy ilyen öngyilkos, meg veszélyes út, én azt látom. És azért szimpatikus ez az egész, mert ha mindenki a helyén van, akkor tök jó minden. Azt hiszem én is, hogy a klasszikus értékek mellett meg kell maradni, de én valóban úgy élek, hogy nem ítélkezem. Tehát erre nagyon tudatosan figyelek, a baráti körünk is széles, nagyon sok jó embert ismerünk mindenféle elköteleződésből. Én ezt szeretném továbbra is tartani. Viszont a blog által azért kaptam elég sokszor hideget, meleget. Tehát összetűzésbe kerültem olyan emberekkel is, akikkel talán nem kellett volna, de például ezek a vonalak is állati jól elsimultak. Tehát elkezdték azt látni, hogy ez miről szól. Ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy a Ferencvárosnak egy méltó emléket állítsak a múltjának, a jelenét ápoljam, bízzak a jövőjébe, amiben remélem, hogy azért lesz némi változás. De nekem ez a közeg, ez nagyon fontos, és nekem az összes olvasón fontos. Tehát ez nagyon jó érzés nekem, amikor megdicsernek, hogy milyen ügyesen tartom össze ezt a kis közösséget. Szokták mondani, hogy jaj, drága kis családom ez, meg ilyen. És én tényleg úgy gondolom, hogy nekem ezek az emberek, akik megtisztelnek a figyelmükkel, fontosak. És igyekszem őket mindig emberszámba venni, és minden kérdésükre válaszolni. Ami még izgalmas, hogy tavaly a zárás idején írtad azt a bizonyos koronanaplót, ami tök jó volt. Erről mesélj egy picit, hogy jött az ötlet. Tehát én ilyen izé voltam már függő nyilván. Köszönöm. Meg megy a provokáció is, hogy abból könyvet kell írni, amúgy halál komolyan, mert hogy mit tudom, három év múlva nem, tehát az is, hogy három év múlva nem emlékezzünk rá. Ne. És akkor viszont tök jó lesz elővenni már, amikor, nem mit tudom én. Van egy nagyon kedves barátom, aki 2030 címmel a közelmúltban jelentetett meg egy könyvet, és ő az egyik fő lelkesítőm, úgy szoktam mondani, tehát ilyen cheerleaderem a FET, és gondolkozom a könyvön, csak még nem ért meg bennem, hogy ez annyi embert érdekelne, amit én azt gondolok, hogy érdemes lenne ehhez hozzákezdenem. A koronanapló azért született, mert minket is a négy fal közé zárt ez a vírus, és óhatatlan, hogy elkezdtem többet gondolkozni azon, hogy milyen érdekes, hogy ebbe én bele kerültem, a gyerekeim ebbe beleszülettek, és ezt el kell viselni, és akkor próbáltam egy ilyen kis mankót adni a barátainknak, akik óriási lendülettel és lelkesedéssel fogadták, és követelték, hogy írjad. A saját életünkről beszéltem benne, a gyerekkoromról, az adott hangulatomról, a főzésekről, tehát ami mindenkivel megtörtént, csak én meg is írtam. És onnan jött az írás tudása? Tehát az írás tudománya, hogy mennyire gyerekkori, mert például én magamról tudom, hogy ilyen nem, tehát az egyből. Tehát, hogy megtanultam írni, aztán tudtam. Nézd, a gyerekkorom, mindig édesanyám azt mondta, hogy nagyon nevettünk ezen, hogy én egy belbudai úrinőt fogok belőled nevelni. Valóban jártam operába, színházba, rengeteget olvastam, ez a mai napig is így van, és aztán elkezdtem írni, és megjelentek verseim különféle magazinokban, aztán iskolai újságokban rendszeresen, utána írhattam zenekaroknak számokat, és úgy mindig ott volt az írás, tehát terápia, hobbi, nekem nagyon fontos. A terápia része tök fontos egyébként, hogy
Tehát amikor, mit tudom, volt olyan időszak, hogy nem írtam, mert mondjuk depis voltam itt, tehát volt nekem is azért nem olyan kellemes időszak, mint itt a nem is annyira távoli módban, hogyha, tehát most ilyen sebességgel, ahogy csinálom, hogy most egyszerre két könyvet írok, nem. Hogy olyan terápia, hogy tök jó lesz az ember. Tehát az olvasással összeköti az ember, megvan a gyógyszer mindenre. Így van, így van. És hogy? Hát én tőle tanulok egyébként nagyon sokat abban. Most ne nevess ki, de tényleg, tehát ahogy hozzáállsz dolgokhoz, ahogy tudsz lelkesíteni, ahogy az embereket fel tudod hozni lelkileg nehéz helyzetekből, nagyon gondolkozom, neked köszönhetően a könyvíráson. Nem, hát az egyébként ilyen tök izgalmas dolog lenne. Meg ha tényleg csak így követi az ember, hát nyilván újpestiként másképp követem, hogy a múltnak az ápolás az nálunk is egyébként tök fontos. Tehát fontosabb lenne, mint hogy most csinálják ott, akik csinálják. Mert abból nagyon lehet építkezni. Tehát ha megnézi az ember, hogy kellett ott nyerni mindenféle dolgokat nektek is, meg nekünk is, bizony. Hát ott van a recept, tehát tökre egyszerű, tehát nem kell itt kitalálni újra a világot. Hát elolvasok egy mitől 50-es, 60-es, 70-es, 80-es, mindenki kiválasztja, hogy mikor volt jó. És csak el kell olvasni, hogy álltak hozzá az öregek. Vagy mondjuk édesapádék, hogy álltak hozzá. Bizony. Vagy mondjuk nálunk a nagyok a 70-es években, hogy álltak hozzá, és csak el kell lopni a receptet. Hát ott van, meg a miénk, nem is kell ellopni. Na de nem tudjuk. Nem, tudod, miért nem tudjuk? Mert annyira megváltozott a világ, annyira megváltoztak az ingerek, és tényleg apu is mindig azt mondta, hogy jó-jó látja, hogy sokkal több a lehetőség, sokkal több az inger, sokkal több az akár az elvonó körülmény, ami elviszi a gyerekeket a sporttól, mégis egy jó edzőnek, egy jó szakvezetőnek vissza kell tudni terelni mindenkit. Hát a legegyszerűbb. És neki erre komplex programja volt, ami sajnos nem valósult meg. Remélem, hogy egyszer valaki fölhív és azt mondja, hogy ezt mondjam el neki, mert én azt gondolom, hogy a komplet magyar labdarúgásnak az utánpótlását meg lehetne ebben menteni. Ez egy balkáni példán alapszik, tehát a szerb, a horvát példa tulajdonképpen ezt tudnám mondani róla. De ott ez állati jól bevált. Tehát azért látjuk a játékosoknak a mentalitását, a hozzáállását, azért, hogy hány ember játszik nagyon nagy klubokban, és nem az kéne, hogy mi hozunk tőlük, hanem akár akkor tőlünk lehetne még hozzájuk is vinni játékosokat. Egyébként én abban egyetértek, tehát ha csak az aranycsapatot megnézzük, és akkor most tehát úgy nézzük, hogy az egyik csapat, tehát a Honvédról beszélünk, ami egy harmadik, hogy ott is két embernek a barátságán múlt szerintem. Ez nagyon sokat, tehát a Bozsitnak meg a Puskásnak az, hogy ők haverok voltak, igen. Az jó van. Igen. Tehát hogy nem volt ez bonyolult. És szerintem most is ilyen kapcsolatban, és egyébként a válogatott most szerintem ezt jól csinálja. Én azt, az a full extra, amikor a legvégén végigviszi az ember a pályán, hát ilyen nincsen. Tehát én ott üldögéltem, és mondom, hogy ezek a gyerekek itt megtanultak nyerni. Na. Tehát nem úgy, tehát ezt kellett megtanulni, mert az egy külön tudomány. Tehát te is úgy szurkolsz otthon, mint ami nálunk van, hogy beülünk a fotelba. Nem, ez kibírhatatlan. Most mindenki fotel szurkoló lett, és mi ordítunk, visítunk. Csapkodjuk a karfát, tehát ez amit a válogatott itt a végén csinált, és ez csak megmondtam mindent előre. Tehát az, hogy ülök, mondom, nem igaz, hogy nem lesz igaza, már mondom, még be kell lőni, erre belövi. És amit ugye mondtak a végén ott az edzők, hogy az ultrák szívével nyertek. Így van. Tehát és az volt a legnagyobb duma, hogy nem az okoskodás, meg nem ez, hogy elemzek meg ilyen hülyeségek, ez itt rendben van, akkor cső. Hát az viszi, az viszi. Tehát ha én tudom, hogy emberek, és ugye ki is került ez a videó. Hát az úristen. És az hát nagyon az jó. Tehát én ahogy öregszem, egyre könnyebben meghatódom most. Látom, hát a Szalainak a dumája az kész. Tehát az, én így ültem is, mintha tényleg ilyen ultrafilmből, vagy igen. Hát mit tudom én nálam a tesóm, vagy mit tudom én nálatok azok, akik nagyok voltak, mint azok az emberek beszéltek volna, és nem egy futballista. Én nem hittem, mert így ültem, nem mint régen, amikor mi derbi előtt összejöttünk, és akkor behergeltük egymást. Hát az olyan jó volt. Hát de most tényleg én azt éreztem, hogy ott, amikor találkoztunk, hát jó, hát akkor már nyilván azt sem tudom, hogy hol vagyok, meg hát senki nem tudja, hogy hol van. És akkor ezek a szavak ott, mindenki megborondul, ezek kimentek, a simán megnyert. De tudták. És a Rossi is a szünetben elmondta nekik, hogy hogy lesz. Tehát ez nem de én el tudom képzelni a Feta, hogy kimegy szurkolni, és egy tényleg egy joviális, idős úri emberként végigültem már 20 évesen is a mérkőzéseket, békében. Persze, és mondjuk így előre nézel. Te mit érzel? Tehát mit válsz ettől az évtől, hogy mit érzel? Mert érzésekről lehet szerintem beszélni, vagy hogy ez hogy áll ez vissza az egész? Vagy hogy, mert egyébként nekem van teóriám, csak azt inkább nem mondom el, tehát azt mondom, hogy nagyon sok múlik rajtunk, hogy mennyire vagyunk bátrak. Ezt egyrészről azt gondolom, hogy bátornak kell lenni, másrészről meg én egy szabálykövető ember vagyok. Így van, tehát én igyekszem a szabályokat betartani, nem feszegetem, igyekszem rengeteg információhoz jutni, és abból a saját életemben leszűrni azt, amit én szeretnék, és nem birka módon, hanem úgy, ahogy én azt meg tudom oldani. Ettől az évtől én csak azt várom, hogy a rendeződés legyen, hogy egészségesek legyünk, minden rendben legyen a családdal, a barátokkal, a szeretteinkkel,
az Újpesttel, a Ferencvárossal, mert az Újpest nélkül nincsen jó magyar labdarúgás, tehát nagyon hiszek benne, hogy rendbe kell rakni. Én optimista vagyok, egész életemben az volt. Én is, és ami nekem tök izgalmas, hogy például nem lett volna Covid, akkor lehet, hogy mi most nem is beszélgetünk. Tehát annyi, hogy mert a napló, tehát a koronanap, igen, egy csomó minden... Igen, átnéznél rajtam, semmibe vennél. Nem, az azért... Köszönöm. Tehát, hogy egy csomó, meg nekem is egy csomó olyan dolog, mert ugye orba szájba zenéltem, semmire nem volt időm. Na. És akkor egyszer csak annak végában, akkor kigelvén unatkozom otthon, hogyha nem találok ki a vivieséget. És akkor nyilván el kell kezdeni mindent csinálni. És én azt érzem, egyébként a zenében is azt érzem, meg így mindenben, hogy a tegnap fogalmaztam úgy, hogy a Woodstockhoz hasonló robbanást várok, mert úgy ott is az előtt azért nem volt olyan fú, de jó világ. És akkor ott egyszer csak ott, meg édesanyám, amik ugye ott ismerkedtek, meg 60-as évek horizontánciskola, az egész család ugye ez a rock and roll feeling, na de az abból jött, hogy hát előtte azért nem éltek olyan nagyon jól. Mm. Meg ha végignézem is, de ott jött egy olyan robbanás, amiből én a mai napig, nekem tök könnyű, mert ugye ott volt ez az időszak, aztán a rendszerváltásnál a fekete lyukas időszak, én fel, meg utána az Ultrász, meg 6-0, bocsánat. Tehát, hogy úgy vagyok feltöltve, hogyha csak nekem olyan emlékeim vannak, hogyha bármelyikre rágondolok a háromból, akkor én jó vagyok. Tehát, hogy van hova nyúlni. Nekem hát, de gondolom, neked is, hát ugyanez. Hát pont a napokban gondolkoztam azon, hogy milyen érdekes volt, amikor jártam görög buliba a Médinbe, volt az András Jutna, és fölötte volt a Fiatal Művészek Klubja, hát és vittem magammal kétféle ruhát, mert ugye volt az alternatív énem, amiben hallgattam azokat az állati jó alter zenekarokat, és utána meg lementem, és nyomtam a Szirtakit, és szétizzadtam magam. De ezek mind jó, tehát az egész életemben megvan ez a véglet. Tehát én imádom a blues zenét, a bátyámnak köszönhetően nekem a mindenem a blues, de ugyanakkor ott van az életemben a rock and roll, ott van a funky, akkor azt szoktuk csinálni otthon, ez egy nagyon belső információ, de kiadom, hogy különféle kluboknak az indulóit hallgatjuk, és a lányom ismeri az MTK, a Fradi, az Újpest, a Szolnoki MÁV FC, és még sorolhatnám hány egyesület indulóját, tehát hogy mi nagyon tudatosan a zenét belehozzuk hát a mindennapokba. Hát az indulóknál ugye nekünk ugye a szurkolói zenekarunk az úgy volt, azt nem tudom, ezt Butka elmeséltem, de elmesélem itt, és hát valaki lemaradt, hogy ültem otthon, és ugye ment a Maradona film a Kusturica. Jó, de szerettem. Nem megy, és hát magáról énekel, nézi a felesége meg a lánya. Hát mondom, ez annyira nagy képű, mondom, ez nagyon bejön, tehát, hogy valami ilyet kérek kitalálni, hogy... és akkor mondom, hogy hát akkor most megalapítjuk a kurva Bildenberg szurkolói zenekart, majd ugye a 6-0 után azt a dalt írtuk át a 6-0-ra, mert úgy nekem az egy akkora álmom volt, hogy így játsszuk mi, és egy nő úgy nézel rám, azóta már sok nézett úgy rám egyébként, de hogy az annyira nagy képűen ott, hála csávó, de és ez mekkora, hogy saját magáról énekel. Hát de nagyon jó, óriási. De jó, hát megteheti, te is hát megteheted, igen, látod. Nem az, hogy Isten keze, és énekli maga, az jót a végén, tehát van egy-kettő rész, amit már nem énekel, mert úgy vagy, én is úgy vagyok a legnagyobb, de ugye egyébként tőle is annyit lehetett tanulni, nagyon, meg egyébként nagyon sajnálom, hogy nincs. Tehát, hogy... Én megkönnyeztem. Hát én kész, én ott sírtam egy órán keresztül, tehát ilyen nincs. Ilyen klasszisok ellenek, igen, és nem is tudom, hogy ki lesz. Hát emlékszem még, amikor itt edzettek ellenünk, akkor így a vállával dekázgatott. Aha. Tehát, hogy pici ember kijött, mackóruha, és akkor hát mondom, jó, hát akkor így bejünkön is vagyunk, kérem szépen. És utána meg levetköztek, és akkor volt a divat az, mint a Jane Fondának az aerobik ruhája, igen, akkora igen. Volt a kis sport, és a sportszárral, hát döbbenet. Tehát egyébként tényleg nagyon-nagyon boldog. Én azt gondolom, hogy ezt majd folytassuk, amikor már tudjuk a derbi eredményét. Is. Jó. Tehát ha nem is közvetlen, hanem mit tudom eltenni. De békésen? Vagy, mi vagy, békél, vagy de békésen? Vagy feltűrjem az ingem ujját, azt szeretnéd? Hát mindenképpen békésen, és hát köszönöm szépen azt a lelkesítést, amit te nyújtasz nekem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.